Na, sziasztok srácok, Extaz vagyok, és ja, nem kamu a cím, minden igaz. És közben itt van Attila is. Holi. Na, az a helyzet, hogy tényleg ki lettem bannolva a szerverről. Méghozzá azért, mert eljátszottam az utolsó esélyemet DM. Na hát ez ugye nektek úgy jön le, hogy én valószínűleg megöltem oktalanul valakit. Délin, vagy valami nyilvános helyen, ugye? Na hát a szituáció úgy volt, hogy mi fixen drive-ba voltunk, hárman egy kocsiban, én, Attila, illetve Laci. És kijött a sorból egy navos kocsi, aki elkezdett minket üldözni, mert meg ugye nem állunk meg, mert Attilán a fegyver van, nálam is. Azzal a feltétellel, izzelbe, feltétellel, vagy ezt nem is tudom, hogy mondani, hogy na mindegy, azért nem álltunk meg, mert fegyver volt nálunk, nekem van engedélyem, Attilának nem volt. Na, és a szituáció az volt, hogy üldözött a rendőr, és igazából megálltunk neki, kiszálltam a kocsiból, lelőttem a rendőrt, és utána elmentünk, ugye, mint a mi sem történt volna, és visszagetelt minket Havok, remélem jól mondom a nevedet, vagy a nevét, nem tudom, nézi a videót, biztos nézni fogják. És mondta, hogy ez mi is volt, mi mondtuk neki, hogy hát lelőttük a rendőrt, mert mi volt ezzel a baj. Na hát. Nyilván, hogyha üldöznek, akkor csak megvédesz már, mikor nekem nincsen lőszer. Hát persze, neki nem volt lőszer, csak egy koltja. Én meg kiszálltam, és lelőttem tényleg a rendőrt, az így volt, én ezt tényleg így csináltam. Én nem kamuztam soha senkinek, ez az egyetlen, ami igaz rólam, hogy nem kamuzok soha. És mindenhol ezt csináltam, Halen is, ugye más szervereken is lelőttem a rendőrt, aki üldözött. De még CMT-en is az volt a helyzet, hogy aki üldözött, lelőttem. Lehet, és bocsánat a Facebook zajért, ez egy idézőjesen vágatlan videó lesz, nem akarom megvágni. Így fogom felrakni, szóval bocsi a Facebookért. Az volt, odagetelt, ugye vissza, megkérdezte, hogy mi volt, elmeséltük, hogy üldözött minket, lelőttünk, és aztán mondta, hogy aha, szép is, jó, meg minden, de hogy igazából 3 hónapja kijött egy olyan szabály, hogy amíg tudsz menekülni akadálymentesen a rendőr elől, te addig nem lőheted. Ugye? Valami hasonlót írt, Bát ugye? azt mondta, hogy valami illegál meetingen volt. Na szóval azt mondta, hogy valami illegál meetingen ezt a szabályt megbeszélték 3 hónapja vagy mi. De hát ugye így a rendőrök ebből sokat látnak, meg hát az adminok is, mert ugye ők beszélik meg, de maga az IC játékosok, mint mi Attilával, vagy akár a többi emberke, az ebből semmit nem lát, ugye. Hát értitek, hogy mi erről nem tudunk. Most, hogyha nem megyünk fel a weboldalra, hogy nem olvassuk el újra a szabályzatot, amit igazából én nem fogok elolvasni még egyszer, mert miért olvasgatnám. Én ezt úgy tartanám, mondjuk jogosnak, hogyha például bele lenne írva valami olyan helyen, amit mindig lát az ember. Érted? Ami mindig kibassza a szemedet. De például, nem tudom, betöltési képernyőn ott ki lenne írva, hogy valami, érted? Most tényleg, nem tudom, Attila, te felmenni szabályokat olvasni a weboldalra, mert én nem. Be 3 év erpézés után csak azt csinál. Hát igen, főleg, hogy tudod az alap-RP Azaz, szabályokat, hogy meg ők új stb. szabályokat hoznak be, az nem a mi dolgunk. Hát nem a mi dolgunk, meg nem tudom, én adminok helyébe ezt például kiírnám csetre, lehet megtették, akkor bocsánat, és a többi, és akkor azt mondta, megnézi az UCP-t, hát meg is nézte, igazából nekem van 6 bannom, abból 2 fail, a többi lejár, egyik bannom, ami jogos, az az volt, hogy ugye víz alatt megfojtottam magam, ugye Halen, nem tudom, lehetett-e ilyet, de ott mindig azt csináltam, ott max A-ét kaptam érte, de még az se sűrűn, itt ugye ilyen nincsen, ugye kezdő voltam, nem tudtam, hogy ilyet nem lehet. Igazából az a sztori, annyi volt, Ladába menekültünk, TK-ra verte, beugrottam vízbe, meghaltam. Ugye nem tudtam, hogy ilyet nem szabad, most már tudom, ugye azt azóta nem itt csináltuk, mert ugye nem nanozunk, nem szegünk szabályt, semmi. Utána kaptam egy bant. Miért kaptam bant? Ez az Iverzonos, nem? Iverzonos, de azt hiszem azon kívül van még egy valami ügy. Nem tudom. Nem, azon nincs. Azt tudom, hogy ez Ja, volt, de amit... van, igen. Mi? Mind a három amúgy PD-sekkel kapcsolható össze, ugye volt ez a vízbe folytom magam, meg volt egy, amikor én kértem saját magamnak bant, mert ugye fügtem a szerót, mert jó volt a tirákkal játszani, és mondtam nekik, hogy én nem fogok ájéba szívni, akkor engem bannoljon ki, aztán majd, hogyha szólok nekik, akkor beszéljük meg az ügyet. Ugye ez volt a Timóval, vagy Temó, vagy ki volt, tudod? Ja, Amikor Teó. Teó, ja, majdnem Timó. Ugye volt ez, akkor unbannolt, tényleg megbeszéltük, utána jött az Iverzonos ügy. Amikor ugye live-ban történt egy kis MG-zés, az a live kim van publikusan, szóval meg vissza tudjátok nézni. Végén az volt, hogy Attilával megbeszéltük, kiszállunk,
lelőjük a két rendőrt. Ez volt az idézős nagy MG. Jó, más ilyenig kap 120 per jailt, mindegy, lényegtelen. Minket ugye örökbannoltak, legalábbis csak engem örökbannoltak, ugye többieket nem. Szóval, ugye akkor engem kibannolt az Iverzon, úgyhogy nem unbannol. Aztán vele is sikerült megbeszélni, hogy utolsó esélyem a szerveren, tényleg valamit elbaszok. Észrevesz egy admin, hogy nonozok, vagy akármi, összetörök valakinek oktatom a kocsiját, akkor kibannol. Mondtam, jó, rendben. Meg ugye volt egy olyan megállapodás Iverzonnal, hogy segítek cserébe a kezdőknek, hogy aki új a szerveren, annak segítek, vagy akár hozok fel embereket, mert hoztam fel embereket, nem egyet a szerverre, hiszen mi játszottunk velük a Romival. Romi tanította meg a srácot RP-zni, alapszabályokat megmutatta neki. És hiába mondjátok azt, hogy ez nektek nem jó, mert jó, hát jött szerverre a ember. Szóval igazából még hasznot is csináltam a szervernek, hogy pár ember jött játszani, meg hát ugye én nem magamnak csináltam volna azokat a videókat, amikben a kezdőknek segítek, hogyan kereskedjenek, mert ugye ebből nekem semmi hasznom, pénzemet dobom ki, meg stb. De mivel én szeretek segíteni ugye embereknek, meg hogyha én megállapodok valakivel valamiben, azt be is tartom, és igazából be van, már 2 napja fel van töltve a YouTube-ra az a videó, ahol igazából segítünk a kezdőknek, narancsol elmondjuk az alap dolgokat, és jövő héten jött volna a következő rész. Szóval ez a kezdőknek tutoriál szeptember 3-án ki fog jönni délután. Ezt nem fogom letörölni, mert akár még hasznos is lehet ugye számotokra. Nem törlöm le, mert miért törölném le. Játszatok nyugodtan a szerveren, csak figyeljetek oda. És ugye a Havok azt mondta, megnézte az UCB-t, és aztán elbúcsúzott úgy, hogy hello Brian. Mondom, jó, akkor ne hallgass meg még semmi. Szóval felmentem utána TS-re, tényleg nagyon-nagyon jól fogadott Havok, bár kicsit hadart, amikor én közbeszóltam, mert én beszéltem, na mindegy. De azon kívül tényleg mondta, hogy látja, hogy nem vagyok egy hülye gyerek, nem vagyok egy olyan ember, aki nem értene a szóból. Ezt mondta, én nem hazudtolom meg őt. És azt mondta, hogy ő szívesebben unbannolna engem, mint egy pár embert, aki ilyet követett el, de sajnos nem lehet. Nem lehet, ez meg viszont a bannok miatt van, amit ezelőtt kaptam. Az a 3, ugyanis akinek 3 bannja van, azt nem unbannolják. Bár mondjuk, hogyha igazából megértem, tényleg nem az adminnal van bajom, teljesen jó, nem volt velem bunkó semmi, tényleg. Most tényleg a videó alatt ott lesz a komment szekció, csúnyát írtok, ne írjatok csúnyát, jó, légy szíves, nem akarok ezzel foglalkozni, tőlem a kommentek. Szóval tényleg komolyan mondom, annyira emberésen fogadott Havok, hogy egyszerűen ez hihetetlen. És tényleg vele tényleg jól mindent meg tudtam beszélni. Ő meg is értette az én szituációmat, amit én például felhoztam neki, azt, hogy ugye én megértem, hogy utolsó esély, de azért az, hogy engem üldöz a rendőr, tényleg kerget engem egy 5 percig, félreállok, lelövöm, az nem hasonlítható össze egy olyannal, hogy én kimegyek a délire, vagy a BMS-re, és lelövök egy embert, vagy akár több embert. Mert az DM, ez is DM, mert lelőttem. De viszont én erről a szabályról nem tudtam, basszus, és tényleg kövezzem meg engem Isten, hogy nem tudtam róla, mert szarul érzem magam, hogy nem tudok többet live-olni a szerverről, érted? Te is adtál, nem baszki? Hát. Főleg úgy, hogy most lett volna este 9-kor a nyárzáró live. Na mindegy, aki támogatott. Hát. Na mindegy, unbant nem fogok kérni. Nem, mert nem. És hát, ja. Mit mondjak, még nem tudok más nagyon, sajnos. Szerintem egy. És ja, pár screenshotot bevágok ide, mint élménykép. És ja, sziasztok!